Takasu eleánya, Szárasina naplója. Szemelvények a Szarasina Nikkiből, a Takasu eleánya nevű ismeretlen asszony naplójából. A tizedik hónapban, 1037, lakóhelyet változtattunk, beköltöztünk a fővárosba. Anyám már előbb apáca lett, és bár egy fedél alatt élt velünk, bezárkózott a maga külön szobájába. Apám jobbára úgy bánt velem, mint egy önálló nővel, nem mint a gyermekével. Csüggetten láttam, mennyire kerül minden társaságot, és hogy teljesen begubozva él. Valaki, Jukó hercegnő, Goszúzakú Jósi császár lánya, aki egy távoli rokorévén révén hallott rólam, magához hivatott, és kijelentette, jobb lenne, ha nála élnék, mint hogy tétlenül magányosan töltsem napjaimat. Régi módű szüleimnek az volt a véleményük, hogy az udvarban élni igen kellemetlen, és azt óhajtották, hogy otthon éljek. Mások ellenben így nyilatkoztak. Manapság a lányok elmennek udvarhölgynek, s ott persze számos jó alkalom kínálkozik a férhezmenésre, menésre. Miért ne próbálná meg? Így történt, hogy 26 éves koromban akaratom ellenére elküldtek az udvarba. Első alkalommal egy éjszakára mentem el. A krizantém sötét és virágos színárnyalatából összeállított, nyolchajtásos ucsigi volt rajtam, e fölött pedig bőköntöst viseltem, sötétvörös sejemből. Amint már mondtam is, gondolkodásomat teljesen átidatták az olvasott elbeszélések, és nem volt senki előkelő rokonom, akitől megtanulhattam volna a választékos modort és az udvari szokásokat. Mindez csupán elbeszélésekből ismertem. Mindig is begubozva éltem, elavult gondolkodású szüleim mellett, és megszoktam, hogy csupán azért lépjek ki a házból, hogy megbámuljam a holdat, meg a virágokat. Mikor azután elhagytam otthonomat, úgy éreztem, hogy nem is én vagyok én, és nem valóságos az a világ sem, ahová készülök. Kora reggel indultam el. A magam falusias gondolkodásával nem egyszer úgy képzeltem, hogy szívem víg a szára. ott majd érdekesebb dolgokat hallhatok, mint amikben akkor lenne részem, ha itthon ragadnék a szülői házban. Bármihez fogtam az udvarnál, mindenben sutának éreztem magam, és szomorúnak találtam a helyzetet, de mi haszna lett volna, ha panaszkodom? Bánatosan gondoltam unokahúgaimra, akik elvesztették anyjukat. Én voltam az egyetlen gondviselőjük, és éjszaka is velem aludtak, az egyik jobbról, a másik balról. Mélázással teltek napjaim, egyetlen épp gondolatom sem akadt. Úgy éreztem, mintha állandóan kémlelne valaki, és ettől zavarodott lettem. Talán tíz nap múlva távozási engedét kaptam. Apám és anyám várt rám, a parástartóból kellemes meleg áradt. Unokahugaim látták, amint kiszállok a hordszékből, és ezzel fogadtak. Amikor velünk voltál, jártak hozzánk látogatók, de most senkinek nem hallani a hangját, senki árnyéka nem vetődik házunk elé. Olyan lehangoltak vagyunk. Mit tehetnél értünk, akiknek így kell töltenünk napjainkat? Megindító volt látni, hogy sírtak, mielőtt ezt elmondták. Másnap reggel lekuporodtak elém, és kijelentették. Most, hogy itt vagy, annyian jönnek, mennek megint. Valahogy vidámabb. könyszökött a szemembe a gondolatra, vajon mi jó tulajdonság lehet bennem, amiért kis unokahugaim ilyen nagyra tartanak. Még egy szent számára is igen nehéz dolog, hogy megálmodja, milyen volt az élete születését megelőzően. És mégis megesett velem, hogy a Kiumizui templom oltára előtt valami, ájulásos, álomszerű állapotban, amikor az ember nem alszik, de ébren sincs, megpillantottam egy férfiút, aki, mintha a templom főnöke lett volna. Elém állt, és így szólt hozzám. Valamikor ennek a templomnak a papja voltál, majd pedig jobb állapotba születtél bele, mert érdemedül tudták be, hogy mint buddhista művész, számtalan buddha szobrot faragtál. A templom keleti oldalán trónoló, 34 araszos buddha szobor is a te műved. Akkor haltál meg, amikor éppen azon munkákodtál, hogy bevond aranyfüsttel. Ó, érdemtelenül szerzett boldogság, feleltem. Most hát befejezem. A pap így válaszolt. A halálod után más befejezte a szobor bevonását, és elvégezte a felajánlási szertartást is. Ekkor magamhoz tértem, és elgondolkodtam: Ha teljes szívemből szolgálom a kiomizúi templom butháját, az ebben a templomban előző életemben elmondott imáim erejénél fogva. Az utolsó hónapban újra elmentem az udvarba. A saját használatomra kijelöltek ott nekem egy szobát. Minden éjszaka átmentem a hercegnő lakosztályába, és ott feküdtem le. Ismeretlen emberekkel együtt. Egy szemhunyásnyit sem tudtam aludni. Szégyenlős voltam, és félénk. Titokban sírtam is. Reggel elvonultam, míg sötét volt, és azzal töltöttem napjaimat, hogy hazavágyódtam, ahol öreg és törődött szüleim, akik olyan nagyra vannak velem, úgy számítanak rám, mintha érdemes is lennék erre. Vágytam utánuk, és nagyon árvának éreztem magam. De szerencsétlen, szánalmas, ügyefogyott lélek, Gondolataim legmélyén ez húzódott meg, s bár igyekeztem hűségesen ellátni feladataimat, nem mindig tudtam a hercegnő szolgálatára lenni. Ő, mintha nem látta volna, mi lakik szívemben, csakis félénkségemmel magyarázta ezt, és azzal tüntetett ki, hogy gyakran kiszólított a többi hölgy közül. Azt szokta mondani: szólítsátok be a fiatalabb hölgyeket! És ezzel akaratom ellenére, Nyilvános szereplésre késztettek. Akik ismerték az udvari életet, szemmel láthatóan otthon érezték itt magukat, ellenben én, aki már nem voltam egészen fiatal, de azért azt sem óhajtottam, hogy az idősebbek közé soroljanak, eléggé mellőzött voltam, és én szoktam bejelenteni a vendégeket. Ám bár nem is vártam túlságosan sokat az udvari élettől, és nem irigyeltem azokat, akik nálam csinosabbak. Éppen ellenkezőleg ez valahogy megnyugtatott, és időről időre jelentkeztem a hercegnőnél. Beszélgetni csak rokonlelkekkel beszélgettem, mindig szép dolgokról. Még szórakoztató, érdekes események alkalmával is visszariadtam attól, hogy tolakodjam, és igyekezzem minél népszerűbbé válni, ezért a legtöbb dologban nem is vittem sokra. A hölgyek, akiknek az volt a feladatuk, hogy szórakoztassák az udvari nemeseket, bizonyal rájöttek erre, ezért senki még csak tudomást sem vett róla, hogy a magamforma egyszerű lelkű falusi ott van-e vagy nincs. Az Istenek távol léte hónapjának elején egy igen sötét éjszakán, amikor egész álló éjjel elbűvölő hangú énekesekkel recitáltatták a szútrákat, jó magam és egy másik hölgy kimentünk a fogadószoba bejárati ajtajához, hogy hallgassuk a recitációt majd, amit utána beszélgetés közben elszundítottunk, ültünkben fülelve, arra lettem figyelmes, hogy egy nemes úr nyilván már egy ideje ott áll, és várja, hogy a hercegnő kihallgatáson fogadja. Kínos lenne, ha most visszarohannánk a szobánkba, hogy megszökjünk előle. Maradjunk csak itt. Jöjjön, aminek jönnie kell. Így szólt a társnőm, én pedig csak ültem mellette és füleltem. A férfi kedvesen, halkan beszélt. Nem akadtott semmi, ami miatt az ember megbánást érezhetett volna. Ki a másik hölgy? kérdezte barátnőmtől. Nem mondott semmi szemtelenséget, vagy szerelmes szavakat, mint más férfiak, hanem választékosan beszélt a világ szomorú és édes dolgairól, és nem egy mondata a maga különös hatalmával engem is társalgásra csábított. Elcsodálkozott, hogy akad valaki az udvarnál, aki nem ismer, és látszott, nincs benne hajlandóság arra, hogy hamarosan távozzék. Csillagfény nem világított, és csendes zápor permetezett a sötétben, milyen elbűvölően kopogott a leveleken. Leginkább szívbe markoló az éjszaka szépsége, mondta. A ragyogó holdfény túlságosan kápráztató lenne. Majd a tavasz és az ősz szépségéről beszélve így szólt. Bár minden órának megvan a maga bája, szép a tavaszi köd. Olyankor csendes és borult az ég, nem túlságosan fényes a hold arca, mintha csak valami távoli folyó hátán úszna. Ilyen időben finoman hangzik a lanton a csendes tavaszi dallam. Ősszel viszont tündöklőn ragyog a hold, bár a látóhatár fölött köd vonul. Mindent olyan tisztán látni, mintha karnyújtásnyira lenne tőlünk. Ha ilyen időben hallhatjuk a kótó őszi muzsikáját, feledjük a tavaszt. Úgy gondoljuk, nincs is ennél szebb, és milyen a fagyos roppant fenségben hideg téli égbolt, a hó, ahogy betakarja a földet, és szikrázása összevegyül a holt fényével. Ilyenkor remegve száll a hicsiriki hangja mi pedig feledjük a tavaszt, meg az őszt. És megkérdezett bennünket. Melyik kedves a szíveteknek? Melyikre esik választásotok? Társnőm az őszt részesítette előnyben, magam pedig, mivel nem akartam őt utánozni, így szóltam. Halványzöld éj és virágok, minden egybeolvad a lágyködben, hold ragyogja be a tavaszi éjjel. Ezt válaszoltam. Ő pedig, miután újra meg újra halkan elismételte magának a versemet, így szólt: Egy szóval, lemondasz az őszről? Mától kezdve, az ilyen tavaszi éjszaka, a te egyéniségedet juttatja majd eszembe, míg csak élek. A hölgy, akinek az ősz volt a kedvence, most megszólalt. Mások, láma tavasznak adják szívüket, és én magamra maradva bámulom az őszi holdat. A férfit mindez nagyon érdekelte, és tapogatózva megszólalt. Még a kínai tankcsászárság költői sem tudták eldönteni, melyik érdemesebb a magasztalásra. A tavasz vagy az ősz? Állásfoglalásotok arra a gondolatra késztet, hogy bizonyára mindig van annak valami bennünk rejlő oka, amikor hajlandóságunk felel vagy behódol egyiknek vagy másiknak. Lelkünkbe beleivódik az éppen akkor elénk égbolt színe, a hold vagy a virágok látványa. Nagyon szeretném megtudni, hogyan ismertétek meg a tavasz és ősz a téli éjszakák holdját, a kietlen szomorúság jelképeként említik, és mivel nagyon hideg van olyankor, régen szánt szándékkal egyszer sem néztem meg. Amikor azonban iszében jártam, hogy, mint a császár küldötte, jelen legyek a szentét őrző szűz beiktatásán, kora hajnalban akartam visszatérni, ezért búcsúzni mentem a hercegnőhöz, akinek beiktatása éppen akkor zajlott le, holdfényes éjszakán, sok napi havazás után, és húzódozva gondoltam az utazásra. A hercegnő egész rezidenciája valami nem e világról való volt, amilyet még elképzelni is félelmes, de az a lakosztály kellemes volt, ahová beszólított. Olyanok is tartózkodtak ott bent, akik ennyi új császár uralkodása idején már éltek igen szent, Elagott és titokzatos külsejük volt. Könnyezve beszéltek régmúlt dolgokról. Kihoztak egy jól felhangolt négy húros lantot. A zene, mintha nem is evilági lett volna. Sajnáltam, hogy egyáltalán eljön a hajnal. És olyan mély megindultságot éreztem, hogy majdnem elfelettem, Vissza kell térnem a fővárosba. Azóta a havas téli éjszakák, mindig eszembe idézik azt a képet, és el nem mulasztanám, hogy meg ne bámuljam a holdat, jól lehet közben magamhoz szorítom a parástartót. Bizonyára megértetek engem. Mostantól fogva pedig minden sötét éjszaka, amikor csendes eső hull, megérinti majd a szívemet. Érzem, nem kevesebb ez annál a havas éjszakánál ott, az iszei szűz palotájában. Így szólt, és távozott, én pedig arra gondoltam, hogy biztosan nem tudja, ki vagyok. A következő év, 1043. nyolcadik hónapjában újra elmentünk a császári palotába. Az udvarban egész éjszakán át tartó mulatság volt. Nem tudtam, hogy ő is jelen van, és a saját szobámban töltöttem az éjszakát. Amikor kora reggel elhúztam a folyosóra nyíló tolóajtót, és kinéztem, megpillantottam a halvány, szépséges reggeli holdat. Lépteket hallottam, többen közelektek, néhányan szútrákat recitáltak. Valaki a bejárathoz lépett, és megszólított. Válaszoltam, mire az hirtelen emlékezni kezdett, és felkiáltott. Azt a csendes, esős éjszakát nem feledem, nem, még egy percre sem. Sóvárgok utána. Mint hogy a körülmények miatt sokat nem mondhattam, így szóltam. Milyen eleven emléket táplálsz a szívedben, finom permet szitált a levelekre. Csupán egy percre érintkezett a szívünk. Alig mondtam el, már is többen jöttek felfelé, én pedig visszalopakodtam, meg sem várva válaszát. Azon az estén, miután a szobámba mentem, társnőm bejött, és elmondta, hogy költeményemre kaptam választ. Olyan csendes éjelen, mint az az esős éjszaka volt. Úgy szeretném, ha hallhatnád Lantom szavát, amint eljátszom minden dalt, amire csak emlékezem. Szerettem volna hallani, vártam is a megfelelő alkalmat, de nem jött el soha. A következő évben, egy csendes estén hallottam, hogy megérkezett a hercegnő palotájába, ezért társnőmmel együtt előbújtam a szobámból, de annyian várakoztak bent a palotában, meg kint is, hogy visszafordultam. Ő is ugyanúgy érezhetett, mint jó magam. Eljött, mivel csendes éjszaka volt, de sarkon fordult, mert zajossá vált. Egy nyugodt percre vágyom, hogy abban az elvarázsolt csónakban kijussak a harmónia tengerére. Ó, hajós! Belelátsz-e a szívembe? Így hát megírtam ezt a verset, és ennél többet nem is mondhatok. Igazán kiváló egyéniség volt, nem mindennapi ember, de múlt az idő... És egyikünk sem kereste a kapcsolatot a másikkal.